Sziasztok, itt vagyok egy újabb Xenoblade Chronicles X gameplay-jel, és a legutóbbi találkozásunk óta igazából haladtam egy-két órányi sztorival, nagyon lényeges dolgok nem történtek, néhány szörnyet levadáztam, megcsináltam egy-két olyan küldetést, ami megmutatta, hogy milyen a bázisunk. Jelenleg itt vagyunk New LA-ben, vagyis New Los Angeles-ben, és hát ez egy hatalmas, nagy város. Egy-két részét azért így megpróbálom megmutatni, legalább, hogy valami képet kapjatok, hogy is néz ki. Megérkeztünk ide Elmával, és hát mindenképpen szeretnék, hogyha csatlakoznánk mi is a Blade-hez, ami az újonnan alakult állami szerv, ami arra hivatott, hogy itt a Mirán újra élesz az életet. Szóval így néz ki a város egy része, és itt van egy ilyen hatalmas nagy torony, amit nem tudom, hogy ugyan... így tudok felfelé nézni. Wow, ezt nézzétek, itt van egy ilyen hatalmas nagy torony, amiben igazából az egész vezér, mit tudom én, kicsodák vannak. Itt van a város egy része, mint mondtam, itt van egy hold, úgy tűnik, és ez egy hatalmas nagy terület, és rengetegen vagyunk, és valószínűleg elég sokszor el fogok tévedni ebben a városban, ezt már többször is mondták, de lényeg, hogy mindenképp szeretnének ránk bízni néhány küldetést, és szeretnék, hogyha én is aktívan a lényegében a helyi hadseregnek a tagja lennék. És ennek kapcsán most kaptunk is egy küldetést, amire azt hiszem Elmát viszem magammal, és Lint? Lint, igen, a másik kis csaj, aki ilyen meh király, és így építget, kivéve amikor éppen épít, és valami nem sikerül, és egy Skeld elcsesz valakinek. A Skellek pedig ilyen hatalmas nagy robotok, amikkel repkedni is lehet, meg minden, szóval alig várom, hogy nekem is legyen olyan, bár hogyha ilyen tempóval haladok, akkor sosem lesz. Ezek itt a Skellek, itt jobbra, amit láttok, úgyhogy elég menő. Ilyet lehet későbbiekben mountolni és menni vele. Úgyhogy most menjünk is, és nézzük meg ezt a küldetést, ami ránk vár. Ez egyébként egy olyan küldetés, ahol egy hatalmas nagy dögöt kell legyilkolni, és egyszer már nem sikerült, úgyhogy már visszadobtak ide engem a főhadiszállásra. Néhány óra a kérdése, és ki is fogunk jutni. Hatalmas maga a város, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy mekkora lehet egyébként így az egész sziget, meg itt látjátok egyébként most már világosban, és azt hiszem az előző részben erre beestele lett. Ó, ne! Ott jobb fölül mutatja egyébként az időt, tehát, hogy tényleg egy hatalmas és gyönyörű világról van szó. Ez pedig itt a városunknak a széle, ugye ez egy hatalmas egy űrhajó volt, ami lezuhant, és most ez a központunk, és ezzel próbálunk hát egy várost felépíteni, új életet kialakítani, szóval, hogy ez lenne az új föld. És én is egy ilyen kis elveszett lélek vagyok, aki volt egy ilyen Life nevű projekt, amiben egy csomó emberkét így stázisba helyeztek, meg mit tudom én, és én is közé tartoztam, és ezek így szétszóródtak a zuhanáskor, úgyhogy gondolom a későbbiekben másokat is meg kell majd keresni. Itten mi van? Mi az a jel? Az, hogy valami itt van? És itt ezt most így nekem tudni kéne, de hát nem ez a célom, úgyhogy... Igen, oda megyünk a nagy sárga területre. Ugyanis a történet szerint találtunk itt két ilyen, sőt három ilyen, mint látjátok, hatalmas nagy lila, kék, mit tudom én milyen dögöt. Jaj, de sajnálom, hogy éjszaka van. És ezek halottak, és itt van mellettük egy ilyen óriás nagy sáska. Fú, de szép az ég. Ott van ez az óriás nagy sáska, és a sztori szerint annak a sáskának kisebb szintűnek és gyengébbnek kéne lennie ezeknél, mégis megzabált három ilyet, tehát ez egy különleges sáska, mégpedig egy volka, és ezért nagyon kell az ilyen volka fizékra vigyáznunk. Ja, igen, és most ezt le kell győznünk, szóval hirtelen elkezdem lőni, és a játéknak nem egyszerű a... Gyerünk! Good! Csak resistant.
A játéknak egyáltalán nem egyszerű a... A harcrendszere. És na gyerünk, adjunk valakinek egy kis védelmet. Nem? Mi? És rettentően szenvedek vele. Tehát az a helyzet, hogy tudom, hogy van egy csomó skillem, és tudom, hogy azokat tudom használni, de általában ez a játék egyébként nagyon épít arra, hogy csak egy randomból nem tudok kinyírni ezeket a cuccokat. Támad! Most mit csinál? Fogalmam sincs, hogy most éppen mit csinált a karakterem. De... most mit kéne csinálnom? Oké, adtam magamnak... hogy most én leszek a target? Szóval egyébként bonyolult a harcrendszer, és nagyon össze kell dolgozni, csak így randomra szétlőni dolgokat elég nehéz. Figyelni kéne a csapattársaimra. És most meghaltam. Tehát, mint mondottam vala, össze kell dolgoznunk a csapattársaknak, és oda kell figyelni, hogy kinek mi a szerepe, és mit tudom én, de ez egyelőre baromira nehéz számomra, mivel egyrészt felvétel közben nem igazán hallom, hogy mit kiabálnak a csapattársaim, és mi a fenét tegyek értük. Hát, erre rezisztens volt a barátunk. Menjek mondjuk közelebb, és próbáljak a kardommal csinálni valamit? A franc, ez fél volt. Gyerünk, akkor legalább lőjük. És próbálj még nem meghalni, talán, hogy folyamatosan körbe-körbe járkálok, akkor nem ölhet meg, mert tudni mindkét alkalommal igazából én haltam meg, a csapattársaim azok tök jobb voltak. Szóval mi lenne, hogyha én most megpróbálnék csak a túlélésre játszani? Egyébként néha kiabálnak ilyen utasításokat is, hogy mit csinálj, csak nem hallom. Ez az, azt mondta Flame Grenade, és sikerült Flame Grenade, ez nem? Ja, vagy ez a figyelmét magamra voltam? Ez probléma, ezt ne csináld! Mert hogyha közel megyek, akkor ebből azt a kettőt is tudom használni. Ez az, ez a kardozott dolog, ez pedig, ez szintén valami kardozott, és nem tudod te venni. És úgy, hogyha most sikerülne nem meghalnom. Egy flame grenade-et még. Yes! Ez az! Király voltam! Túléltem! Megöltük ezt a nagy dögöt! We are awesome! Ez az, Link, király voltál. Málnás Pitertel nem voltál annyira király. Cool! És ilyen... Okay, szóval ilyen prób izékat kell letelepítenünk, hogy az össznépi térképet tovább tudjuk fejleszteni, és hogy lássuk, hol mi történik, lássuk, hol milyen szörnyek vannak, mert egyébként mindenhol ilyen szörnyek vannak, valamelyik békés, valamelyik nem békés, tehát hogy egy teljes flóra és fauna tartozik ehhez a játékhoz, ami nagyon durva. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. Szóval lézerrel leszúrja a földbe jó mélyre. We kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Csak ugye probléma volt az élő világgal, és emiatt az elásás az jó. Mert így nem szabálják meg az állatok. Okay, let's do this. Hát na, hogy én csinálom? Hát ezért jöttem, hogy megpróbáljam itt az éjszaka közepén. Mi? No way, én csinálom. Gyerünk. Közben kiesik a szemem. Na, hogy kell csinálnom? Ja, csak ennyit, így megnyomok egy gombot, és már le is telepítettem.
give it a minute to reach the target depth. Okay. Wow. And installation complete. Super. És találtuk is, és a Frontier Nav, ami a központi ilyen térkép plusz nyilvántartó plusz mindenféle királyrendszer, érzékel is. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to az volt a legnehezebb, hogy ezeket, hogy kikalkuláljuk, hogy ezeket hova kell letelepíteni. Nem az, hogy megöltközt a nagy dögöt. Úgyhogy. Szuper, összeszedtünk mindent, ami ebben a disznóban volt. Lau's advice. Ki ez a Lau? És mi ez az advice? Ja igen, szóval hogy mindenhova telepítsünk, értettem. Wow, itt láthatóak a méreteik a... ezeknek a kis cucliknak. Egy XL... XXL-eset, ja nem, XL-eset megöltünk. Hát ez elég királyság. Oké, és telepítettük a próbot is, most valószínűleg vissza kell mennünk, aha, és leadni a küldetést. Hely, ott mi van? Ott látom, hogy itten van valami, itt egy csomó valami van, úgy látom. Ó, ezek ilyen kis kristályák, amit nem tudom, hogy mire jók, de valahol azt olvastam, hogy ezeket fel kell szedni. Úgyhogy ezeket feszem. És itt mik vannak? Innét is. Itt is mutattatok valamit, itt van valami nagy disznó, hát egy 8-as, nem hiszem, hogy le tudunk gyakorolni, úgyhogy ezt most nem kockáztatom meg, jó? De később mindenképp vissza fogok jönni azokért a kristálykákért is, és egyébként itt van a városkánk, ott van az a hatalmas nagy torony, amit az előbb mutattam, és ahova most valószínűleg vissza is kell mennünk annak érdekében, hogy ezt a küldetést leadjuk. Úristen, micsoda masszív dögök vannak itt. Látjátok azt, amelyik itt sétál, ez a hatalmas. Nagyon durva. Léci, ne egyél meg. Léci, ne egyél meg. Csak fel akarom szedni a kristálykákat. Úristen, itt is vannak valamik. Ezek repülnek. Oh, wow. No, valaki megtámadott, de ki? Oh, egy ilyen megtámadott. Úristen, és ez 7-es. Hát, meg kéne lépnünk, lányok. Lányok, mi lenne, ha mondjuk így menekülnénk? Tényleg! Menekülnénk! Rossz helyen jöttem el, nem ott, ahol ide jöttem? Oké, értem én ezt a yes dolgot, értem én. Csak nem szeretem. Jó, én tartok tőle, hogy ezt a level 7-est nem tudnám ki. Bár egész jól haladtok vele. Úgyhogy én nem is segítek, szóval... remélem én is kapok belőle XP-t. Cool. De akkor megöltük. Szóval, I guess, oké. Okay. Most viszont akkor húzzunk vissza és adjuk le a küldetést. Ó, már hajnali 4 van, úgyhogy hamarosan... nem mondod, hogy még északi fények is vannak. Ó, bárcsak látnám, hogyha a lámpa nem sütné ki a szemem, de... Hű. Elég király. Szeretnék magam elé látni, köszönöm szépen. A következő fél órában futkosni fogunk, hogy megtaláljuk, hova kell leadni a küldetést. Nem, nem, egyébként hajlan 4 van, és világosodik. Látjátok, ahogy egyre világosabban, és fú, mekkora a hold, meg minden. Baromi jól néz ki a játék. A felvontás az nem a legszebb, meg maga így a képminősége. Nyilván ennél sokkal szebb játékok is vannak, de nekem nagyon tetszik az egésznek a hangulata, ahogy megcsinálták. Szóval én egyáltalán nem rovom fel neki, hogy hány pixelből áll, meg mit tudom én, meg hogy mennyire élethű, meg blablabla. Bla, bla. Arra ott van a Tomb Raider. Oké, szóval most szaladjunk. Amiről még nem tettem említést, az amúgy a játékban folyamatosan hangzó zene. Hova megyek, srácok? Jaj, a Nagihoz kell visszamennem, de a Nagi hol van? Itt? Talán, vagy nem? Hogy mutatod nekem, hogy hol van? Itt, a Blade Barracksnál. Igen, emlékszem. Szóval eszméletlen jó zene.
van egész végig a játékban. Én tökre meglepődtem, és össze nem is értettem, hogy ez mi, valahonnan szól a zene, vagy mit tudom én. És egész végig a játékban van, nekem tényleg tökre bejön. Úgyhogy be is léptünk a barakba, és most már csak igen, itt van fönt a Nagging, akinek le kell adni a cuccost. Ez az, dicséri meg minket! Ki ez a Vandham, és mekkora? Milyen cat? Miért beszélnek rólad? Sorry, we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed, I suggested as much. Twice. Okay. You know how much I enjoy being told what to do. Hát nem szimpatikus ez a csóka. I tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission. Igen. Egy gyakorló küldetésen, igenis szembeszálltunk egy ilyennel. Ami Reckless volt, és goddamn magnificent. Yeah. Story mission complete. Nagyszerű. A második fejezetből 4/4-et teljesítettünk. Igen, szeretném elmenteni, és lépjünk be a harmadik chapterbe. Vagy most mi? So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Igen, parancsnok, mi a fenét keres ma itt? I'd be out of a job. Nem kérheti meg minden a Nagit, hogy ő csinálja meg, mert nem lenne munkája. Yeah, you want to do that. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. Oké, de mit akarsz tőlünk? Mi a mi következő missionunk? Jaj, fogadás, mi a fogadás? You all excuse me, Commander. Srácok, most mit csinálunk? Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? Szóval mindenki ennyire izgatott miattam? Little miss stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners anyway? I still haven't been introduced to our new recruit. Igen, végre mutassatok be neki. Commander Vandham is Blade's top officer. Wow, a Blade vezetője. I was chief engineer on the White Whale. A White Whale egyébként az a hajó volt, amin utaztunk. Értem, mindent megjavítasz, mindent megoldasz. Ja, nem vagyok az a beszélgetős karakterem, nem beszél soha. Na. Pont ez az, halljuk, mit akarsz. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Mi? Nem, engem a Division-nek érdekelnek elsősorban. Milyen részlegek? Na, de mik ezek a fieldek? Ja, szóval mindenkinek különböző feladatai vannak, nyilvánvaló. Ah. És választom kéne, hogy melyiknek szeretnék a része lenni? Hogy a tehetségem. Útkeresők. Pathfinder's number one responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. Hát. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. Nem tudom, egyelőre meghallgatnám a többit is. We don't know jack about this place. Persze értem a fontosságát ennek a feladatnak, meg minden, meg nyilván ez azt jelenti, hogy állandóan új helyeket lehetne megismerni, meg felfedezni, szóval ezzel nem hangzik rosszul, de azért meghallgatnám a többi lehetőséget. Felakadjuk, közben nem akarnak ilyesni a kontaktlencsét. Okay. Next up, Interceptors. You met Akolov and Evans, right? Aha. Irina and Gwyn. Ahhoz velük gyilkolásznak. Ők takarítanak. Ők írtanak ki minden szörnyet.
everyone in it from the wildlife Mira. Pontosan. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads. They escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants. Okay. Na, harmadik. Harriers. Remember Doug Barrett, the scale pilot conducting the test flight? Oh, igen, láttunk egy ilyen pilótát. Na, és ők mit csinálnak? Interceptors as defense. Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. Oké, szóval ők az ilyen különleges bevetési osztály, vagy valami ilyesmi. Reclaimers. These guys were in charge of finding the other pieces of the white whale. Ők gyűjtik be a volt űrhajónknak a darabjait. Including anything of ours left behind after a battle. Meg mindenkit, aki harcban elesik. Oké, szóval ők gyűjtenek be, reclaimelnek mindent, ami hozzánk tartozik, de jelenleg nincs nálunk. Okay. Brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Ja, hát mindenünk igen, ugye. Also, the search for the lost. Helyettesíthetetlen, amit otthonról hoztunk, mert otthonnak vége van. A föld felrobbant, meg miért más volt. Kurátorok. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory. Ők az ilyen felfedezők. És begyűjtenek mindenféle ilyen cuccocskát. Ez király. Being a curator also means being the first to encounter. Akkor ezek az igazán felfedezők, nem a pathfinders, azok már korábban felfedezett helyekre mennek próbokat telepíteni. Prospectors. Ja, egyébként a játék ilyen sebességgel halad tényleg, szóval szeretnék beszélni mindenről hosszan. Ők az én gyűjtögetők. Okay. Jó, hát ők erőforrásokat keresnek. Az annyira nem izgat. Egyelőre a két felfedezője az, ami engem igazán úgy izgat, mert az se, hogy így kifejezetten így ilyen harcos legyek, meg ilyesmi, mind láttátok. Az általában nem az erősségem. Next up, Outfitters. Az öltöztetők. Ez is jól hangzik, szóval ők építik az ilyen mindenféle harci ruházatokat, meg ilyeneket. Okay, szóval ők. És a mediátorok, az utolsók. Any problems a civi has, they come to mediators. Fight with your neighbor, mediators. Hol elvesz a cicákat felhajtani? Nem lehet olyan rossz feladat, de nem gondolom, hogy ez lenne a játékban a legérdekesebb. Nem vagyok people person, egyáltalán nem vagyok people person. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. Okay. Nem tudom, hogy kurátor legyek-e, vagy próbizélós. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of. Igen, egyébként kvázi majdnem mindegy, hogy jelenleg mit választunk, legalábbis az egész játék során lehet ide odaugrálni előtteleg a divisionok között, tehát hogy nincs ilyen, hogyha elkezdtél valamit, akkor a másik az lelokkolódik, vagy hogy elköltöd a skill pontjaidat, és nem tudsz mást kiépíteni, tehát tudunk később váltani, hogyha nem tetszik az, amit választunk. Igen, azt hiszem, ez a próbtelepítős dolog, ez... Nem, oké, tudok dönteni. A próbtelepítős az szimpatikus volt, egész addig, amíg azt gondoltam, hogy ők azok új helyeket keresnek, de nem, ők csak próbokat telepítenek. Szóval kurátor leszek. Igen, Frontierna... Mi? Ja, várj, most nem azon vagyok. Ez az. Igen, mindenfélét összegyűjtök. Jó, Tyrant-eket ki kell nyírni, de hát nyilván. Critical Master. Ez nem tudom mi. De a lényeg, hogy
Ezennel eldöntöttük, hogy kurátor leszek, és mindenféle új növényeket, meg köveket, meg állatkákat, meg ilyeneket fogok összegyűjteni. Szóval... it's settled. Yeah. Nincs reconsider. That's over. Thank God. Kiválasztottuk, hogy mivel fogunk foglalkozni, ráadásul hivatalosan is ugye most már a Bladehez tartozom, mert elfogadtam egyébként már korábban, hogy oda fogok tartozni. És örülünk neki, hogy csatlakoztam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha nektek vannak tapasztalataitok a játékkal, akkor mindenképp írjátok le kommentekbe, hogy nektek hogy tetszik, és ti mit választottatok. És egyébként meg adjatok nekem tippeket, mert mint láthatjátok, semmilyen szinten nem vagyok pró ezzel a játékkal. Most kezdtem el, és nagyon izgatott vagyok, hogy folytassam. Úgyhogy sziasztok!